A tizedikben 2 tantárgyból buktam, itt sikerült évet ismételnem. Na. A tizedikben az 2-szer nyertem. Azt nem kellett. Én is 2-szer nyertem a tizediket. Zsír! Én nekem ne... Na jó, hát ilyen társaságban. De jó, csodálatos. Voltál már szerelmes munkatársadba? Ajjaj, hányszor. Ez egy ilyen szakma. Tudnék, egy filmben, ott leginkább. Mikor forgatunk? Kicsin. Ez a vonat már elment. Biztos vagy benne? Nem az, hogy nem forgatni fogsz, meg én is majd én játszom a nagypapádat. És a játékos kulturális élményt a Foxpost szállítja. A műsor berendezését a Max City lakberendezési bevásárlóközpont biztosította. Jó napot kívánok, szervusztok! Köszönöm szépen! Lüktető lámpalázzal a torkomban, de annál nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük, hogy eljöttek, és köszöntöm azokat is, akik otthonról nézik ezt a műsort, a képernyők előtt, a laptop előtt. Engem ért a megtiszteltetés, hogy felvezessem ezt a mai találkozónkat, és az asztalhoz invitáljam a kollégáimat. 4 fogunk ülni az asztalnál, és azt hiszem, hogy be is invitálnám a beszélgető társaimat. Fogadják sok szeretettel Zsigmond Emőkét, Gáfi Lászlót és Borsi Balogh Mátét. Foglaljatok helyet, ahova szeretnétek. Kinek tölthetek valamit? Egy kis almalevet én szoktam. Almalevet a Máténak. Igen, te Emő. Megpróbálom otthon érezni magam. Üdvözöllek benneteket. Szervusztok. Szia. Húznunk kell a pakliból. El kell dönteni, hogy ki kezdi. Kezdje a hölgy. Nem áll. Mi a legrosszabb dolog a színházban? Mi a legrosszabb dolog a színházban? Itt volt egy jó válasz a nézőtérről, az volt, hogy elsőre lapot húzni, hogy igen, az bonyolult. Jó, de ez nem színház, ez beszélgetés. Hát, szerintem az, hogy ha azt érzem, hogy ma nem vagyok jó formában, akkor is meg kell csinálni, és akkor is valahogy meg kell küzdeni a dologgal. Nem ahhoz van kötve, hogy mikor vagyok ihlettel teli, és akkor játszunk le gyorsan egy előadást, és ezt, mert ehhez kedvem van, hanem van egy komoly rendszer, amit nálunk a törőmona minden egyes alkalommal szépen havonta beír, hogy mikor mit játszunk, mikor mit próbálunk, és nekünk azt az időt kell kihasználnunk, és független attól, hogy mi történik az életünkben. Hát igen, de azt hiszem, hogy ez az összes munkahelyre igaz, nem? Vagy az összes munkára, hogy ha nincsen kedvem, akkor is be kell menni. Talán annyi különbséggel, hogy ha depressziós vagyok, akkor nem mondhatom ezt a színházban, hogy szia, szomorú vagyok, nem akarok moda lenni. Na ez az, hogy itt nincs home office, tehát nem az van, hogy... Hát hogy meg esetleg még a nehézsége, hogy milyen nehéz... Mi volt a pontos kérdés? Mi a legrosszabb? Ja, a legrosszabb. Hát én nekem most megszületett a gyermekem, és olyan furcsa esténként eljönni, hogy nagyon szerettem mindig ezt az esti műszakot, hogy az energiáim valahogy beálltak már arra, hogy ugye a reggeli próbákon is azért összekapja magát az ember, de hogy valahogy estére indul be az idegrendszerem, nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok, de nekem így van, és azért ez most tök nehéz, hogy rájöttem arra, hogy valójában az estéről mondok le, és ez furcsa, mert hát nyilván aki nem színházban dolgozik, az valamikor délután végez, késő délután, és van egy napszak, amikor mi otthon tud lenni nálunk, ez pedig egy picit furcsa, de hát... Én választottam ezt, úgyhogy nem panaszkodom, csak... De talán az, hogy rajtatok kívül nagyon nehéz más emberekkel találkozni, azt hiszem, vagy nekem legalábbis. Hogyha próbál az ember, akkor itt van 10-től 2-ig, aztán játszik este vagy próbál, és a 2 között én általában aludni szoktam, vagy készülni az estére.
és valahogy nagyon nehéz az éjszakai életen kívül más megoldást választani. Azt hiszem, talán nekem ez. Meg talán ez az ad hoc időbeosztás, hogy néha mondjuk egy szimpla kedből, egy hétköznapi napból lehet egy olyan üres nap, és előző nap döbbensz rá, akkor nem tudsz mit kezdeni a szabadidőddel, és a következő nap pedig tele vagy mindenfélével, és rohangálsz próbára, aztán szinkronba, aztán mit tudom én, mondjuk ebben Lacinak elég nagy jártassága van, hogy mennyi mindent lehet egy napba besűríteni. Hát csak mindent. Te mesélted, hogy lesz egy napod, tegnap a Fodrásztárban. Ja, amikor egész nap haldoklom, igen. Igen. Jó csütörtökön. Halál 50 órája. Ha újjászülethetnél, akkor nőként vagy férfiként jönnél vissza erre a világra? Akarsz szülni. De nincs utána, hogy egy napig vagy, vagy ki lehet kérdezni? Nincs apró betűs rész. Nincs apró betűs rész. Nincs, ez ennyi. Ennyi van rajta. Igen. Jó. Jó, akkor csak annyit hozzátennék, hogy most bocsánat, nem akarok állandóan így ezzel a gyerek témával, csak tele van a szívem vele, de abban biztos vagyok, hogy egy nő, én arra nem lennék képes, tehát hogy le a kalappal a nők előtt, csak ennyit akartam még ezt hozzáfűzni, tehát hogy aki világra tud hozni egy gyereket, azért az, ez egy nagyon komoly teljesítmény, és én ott voltam, láttam, szóval erre csak egy nő képes, szóval én lehet, hogy én is azt válaszolnám, mint az Emmy, hogy ez így jól van, így ahogy van. Most azon gondolkozom, hogy újjászületnék-e egyáltalán. Nem az a kérdés, hogy férfiként vagy nőként, hanem hogy egyáltalán. De nem tudom. Ha muszáj, akkor legyen ugyanaz. Akkor legyen férfi. Nyilván. Több szerepet lehet játszani férfi. Akkor én húzok? Jó, na várjatok, ez így nem ilyen egyszerű. Színészként élhetsz politikai magánéletet, tehát magadban tarthatod a véleményed, álláspontod? Igen. Hát igen. Hát bizonyos fokig kijátszik az ember nagyon sok mindent. Tehát, hogyha olyan színházban van, olyan szerepeket játszik, akkor abba benne van. És alapelvéve Shakespeare-től, Sophoclesig, bármit játszunk, abban benne van a politika, mindenbe bele lehet rakni, még egy francia vígjátékba is. Tehát élhetek, meg élhetek közéletet is, kinek milyen alkata van. De nekem eddig sikerült kijátszanom. Maradt még. Még sokszor mondják azt, hogy nem lehet. Vagy hogy kollégák, nem csak itt, hanem országszerte mondják kollégák, hogy nem lehet kimaradni ebből. Tehát egy színésznek muszáj ezt bevállalnia. És szerintem ez így, bocs, de nem igaz. Miért? Miért nem maradhatnék ki ebből? Tehát miért kell nekem a nyilvánosság előtt felvállalni azt, hogy én mit gondolok a magyar politikáról? Miért kell? Persze, hogyha olyan dolog van, amiért érdemes kiállni, akkor persze odaáll az ember, de nem mindenki olyan alkat szerintem, hogy beszéljen akár egy tüntetés. Én például tökre nem vagyok ilyen. Nem tudnék. Nem tudnék, mert össze-vissza beszélnék, makognék, hiába értek egyet azzal, ami az ügy. Úgyhogy én ezt gondolom róla. Ja, de igazából tényleg a drámairodalomnak a 80%-a arról szól, hogy hatalmi helyzetekben hogyan döntenek, vagy hatalom által elnyomott helyzetben hogyan próbálnak emberek. Itt volt például a Shakespeare IV. Henrik, és ez például erről szól, hogy torzul el egy személyiség amiatt, hogy hatalom van a kezében, és hogy bánja meg ezt a halálának óráját. Én csak ilyeneket játszottam ebben a helyiségben. Második Edvárdot, a szintén erről szól, vagy a második Richárdot, bármit, amit játszottam, mindig erről szól. De hát a nagy szerzők, Shakespeare meg Marlowe, a végén mindig az embert látjuk, és megbocsátunk neki. Ezekben a nagy drámákban az a jó, hogy mindent elkövetnek, és tényleg megérdemlik a sorsukat, de azért van egy második Richárdban egy monológ a végén a börtönben, és akkor ember lesz. Én azt várom, hogy mikor lesznek emberek ezek. Ezt csak úgy általában mondtam. A világban. Mikor látom meg az ember? Ha egy napra kisgyerek lehetnél, mit csinálnál?
Hát ez jó, Krisztán. Én azt csinálnám egyébként, amit az én gyerekkoromban csináltam. Nekem a nagyszüleim anyukám oldaláról falun éltek, és én a nyarakat Tiszaeszláron töltöttem, és valahogy hozzám tartozik ez a tyúkol, a szénabál, a kukorica sor, a faluszéle, az ottan Tiszaeszlár. Hát ez elég híres. És igen, és nekem megvan az a kólyafészkek, az üveges paliék, meg a kiskocsma, a szellasör, szóval valahogy nekem ez az elemem, és amióta elveszettem a nagymamám, azóta érzem azt, hogy valahogyan újra azt szeretném, hogy közöm legyen a vidékhez, vagy a földhöz valahogy. És rájöttem arra is itt a városban, hogy akkor érzem magamat valahogyan jól, és az lehet, hogy annyira nem szimpatikusok mindenkik, hogyha valahogy földes a kezem. Tehát, hogy ha hazamegyek Debrecenbe, és valamilyen munkát csinálok, vagy ások, vagy nem tudom, mi van velem, de akkor érzem jól magam igazán, hogyha egyrészt a veletek lehetek, de hogyha otthon vagyok, akkor érzem azt, hogy hát a kutya fáját neki, itt érzem jól magam. Úgyhogy, ha gyerek lehetnék, lehet, hogy lemennék Tiszaeszlára. Én a jégcsapnyalogatás jutott erre szembe. Elég így ledobtuk hógolyóval a jégcsapokat Csillabércen, és ezt nyalogattuk. Tovább megyünk, úgy döntöttél. Igen, passz. Passzolod? Zavar, ha körülötted szexről beszélnek? Igen. Tényleg? Igen. Igen, nagyon zavar. És maradjunk is ennyiben. Téged, Laci, zavar? Attól függ. Attól függ ki? Nem, mert hát mint mindent lehet rosszul is értelmezni, meg rosszul mesélni, és lehet nagyon ízlésesen mesélni. Tehát a szex, mint olyan, az nem tabu téma, úgy értem. És hogyha valaki olyan történetet mond, és van olyan történet, amit nem lehet kikerülni másképpen, hogyha nem mondja el azokat a bizonyos részleteket, attól ez lehet nagyon emberi, nagyon szellemes. Hát most teszem azt, csak nagyon finom példát mondjam, a Fellini Hamárkordjában rengeteg a szex, és mégis annyira emberi, hogy szívesen odabújnál a trafikos nemellei közé. Érted? És ebben nincs semmi. Ja, persze. Érted? Szóval meg, ahogy fölülnek az asszonyok, az asszonyok a biciklire, és akkor lehet látni. Szóval attól függ, hogy ki mondja, hogy mondja, és kinek mondja. Igen. Nem, igazad van, persze. Jó. És hát csinálni kell, nem beszélni. Az egy nagyon fontos dolog. Ez mindenre vonatkozik. Van olyan kollégád, aki szerinted nem való a színpadra? Jézusom. Mennem kell. Hogy? Nem, hát jelenleg az Örkény színpad, vagy a színház nevében beszélek, itt nincs. hogy máshol van, az biztos, hogy, de úgy nem kollégám, nem játszom vele, csak elmegyek, megnézem, és a színpad ledobja. Vagy szakkifejezés, hogy egyszerűen, és akkor hiába, hogy ez tényleg mit, de attól ő még lehet jó 5 év múlva. Szóval, mert nem érett meg minden, én is nagyon rossz voltam fiatal. De ezt akartam kérdezni, tanárok, volt olyan, hogy azt érezte, hogy ez most így nem jó? Persze. Hát akkorákat buktam, mint a obudai lakótelep. Nem, hát például a Kamilliás hölgyben. Hernádi Jutkával játszottuk, és akkor nagy sztár voltam, és minden tényleg nagy sikerei voltak. Nem akarok magamról beszélni, csak rosszul lett kiosztva. És én játszottam Armand Duvalt. A vidékre jött. Akkor átbuktam vele, aztán hál' Istennek jött a Wagner film, és a Bubik átvette. Na, ő jó volt. Mert rosszul osztották ki, én meg azt hittem, hogy mindent el tudok játszani, nem tudok. Az tényleg olyan volt, hogy ledobott a színpad. Ezt nehezen képzelem el. Átérzem. De akkor népszerű voltam. És akkor a fiatalok jöttek megnézni, és akkor így elvitték az előadást, de hát olyan kritikákat kaptam, hogy puh. Rólam sose írnak, úgyhogy
Fognak. Mi volt a legnagyobb barkácsolási teljesítménye? Ez a te kérdésed. Remek! Jaj, de jó. Na, ott kezdődött, hogy felújítottuk a lakást. Jaj. És akkor úgy indult, hogy kifestjük majd mi együtt, és akkor nagyon jó lesz, és elkezdtük megkapargatni a falat, és akkor így beomlott az egész, és akkor rájöttünk, hogy alatta ilyen olyan vezetékrendszer van, ami már elavult, és akkor kiderült, hogy azt is egy kicsit megkapargatuk, akkor jött vele az egész fal, de akkor már az egy kicsit megbontottuk, akkor már kapjuk ki a konyhából is a falat, és akkor talán, hogyha lesz a babánk, akkor nem volt meg, hogy hát lehet, hogy jó lenne egy kád, akkor kapjuk ki az zuhanyzót is, és akkor végül is a feleségemmel, Eszterrel elkezdtünk felújítani egy lakást, és hát ez egy eléggé nagy barkácsolási kör volt, egy úri emberrel, Schuster Sándorral, jó Isten áldja meg Sándort, akit nagyon megszerettünk, és ott volt velünk 3 hónapig, és ott elég sokat molyoltunk, és de most te is tudsz erről mesélni, mert te is nagy barkácsolósba vagy, lakásfelújításba vagy. Az öcsémben most 1-kor fejeztem be a falfestést a fürdőszobában. Igen. Nincsen. Megmostam az arcomat. Úgyhogy, de hát én mindig is ilyen kis szerelgetős gyerek voltam, én búgócsigákat próbáltam gyártani, meg mindenféle baromságukat. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre mindig szívesen emlékszem, majd bemegyünk a lakásba, belépünk, és akkor így ezt úgy érezzük, hogy az összes négyzetcentiméterhez van valami közünk. Úgyhogy ezt mondanám. Ez volt. És akkor rendesen még vakoltatok is? Nem, hát a vakolást azt a Sándor végezte, de például hát szegély létsz, gérbe vág, akkor plafonfestés, akkor a tapétát leszedni, akkor voltak ezek a díszlécek, akkor barna zománc festéke volt lefestve az összes ilyen fanyi lázzáró, és akkor azt én visszakapartam szépen hőlékfúvóval, meg aztán vettem egy flexet, és akkor aztán nekiálltam flexellel, kapartam az egészet. Hőlékfúvóval kell-e? Hát a festéknek, a festék lesz. Én is akarok majd ajtókeretet felújítani. Most arra több lehetőség van, rá lehet menni. Én azt hittem, hogy csiszolópapírra, smirglipapírra. Savakkal, tehát vannak erre ilyen mindenféle kemikáliák, tehát savakkal is be tudod kenni, de a hőlékfúvóval elég lassan lehet haladni, de azzal is, és spaklival azért föl lehet tolni a zománc festéket például. De nekem ez nem jött be, mert annyi volt a fa felület, hogy így beleőrültünk, és már nem vitte a kezem, ezért vettem egy sarokcsiszoló flexet, és így szétflexeltem mindent, imádtam, és ilyen gyönyörű fafelület, és aztán azt bepálcoltam egy ilyen narancs illatú olajjal, szóval meg lecsiszoltam az éleit minden fafelületnek, szóval tök ízű lett, csempecsere, szóval igen, izgalom. Hát egyszerűen eljöttök, és akkor ugyanígy viszünk kártyákat nálam, és ott leülünk. Miközben potyognak a csempék le. Potyog a vakolat, hazudok valamit, beszakad a födén, leesik egy zongora, és igen. Úgyhogy emő. Nekem is vannak szerszámaim, fúrógéptől kezdve minden, és nekem van egy rossz, hát skorpió vagyok. Addig nem hagyom, amíg valahogy meg nem oldom. Vízcsapot szereltem, alámáztam. Tényleg? WC-t cseréltem ki, minden, szóval ezeket hogy mindig ellesem. Sőt, újabban már a gázkészülékhez is hozzányúltam, de muszáj volt, mert a kazánt utána kellett tölteni, szóval én ezektől nem és van fúrógépem, csak az, amikor ki falba egy valamit bele akarok rakni, és akkor szépen így megindul a fal, akkor gyorsan egy képet rá. De mondom, hogy nem hagyom abba, 3 napig csinálom, akkor abba hagyom, megint folytatom, szóval nem hagyom, hogy engem egy nyavajás vízcsap szórakozom. De van egy nagyon jó barátom, aki ez vidékről följár, és kijavítja a hibáimat. Voltál a MeToo botrányból ismert hatalmi visszaélés áldozata a színházi munkád során? MeToo botrányokból ismert hatalmi visszaélés áldozata. Színházi nem. Volt egy alkalom, akkor még nagyon fiatal voltam, és az volt az első ilyen alkalom, és emlékszem, hogy össze-vissza kezdtem vihogni, úgy csináltam, mintha nem érteném. És aztán utána elmentem, kiléptem a helyzetből, és akkor azóta meg valahogy így
az úgy nagyon váratlanul ért, de utána már, hogyha jött ilyesmi, akkor vagy visszaszólok, vagy visszakézből pofont. Szóval, hogy így lerendezem minél hamarabb, és ez olyan egyenes és rövid. És akkor onnantól kezdve már így tudják, hogy oké, hogy szőke, meg kék szemű, de hát inkább hagyjuk. Kategória. Az első alkalom az zavarba ejtő, mert váratlan. De a többi az már. De ilyen szerintem szörnyű, hogy első iskolában beletörődik az ember. Tehát, hogy nyilván most nem tudsz mit csinálni utólag, csak hogy első alkalom, és aztán még ezt egy nőnek itt tűrni kell, szóval nálam ez... Jelen kell lenni ezekben a helyzetekben, de egyébként szerintem mindenkivel van ilyen. Mármint, hogy így, most így persze a kérdésben az van, hogy színházi munkát során, de egyébként olyan helyzetben is voltam, ami színházzal nem összeköthető. Szóval, hogy ezek így vannak, hát persze, de ezek... Van, amikor egy kicsit ízléstelenebbül próbálkoznak meg az emberrel, akkor azt is. De hogy ezeket így... nem tudom. Mihez kezdeni a 100 millió forinttal? Én biztos, hogy odaadnám valakinek, mármint, hogy nem örökbe, hanem hogy segítsen vigyázni erre a pénzre, mert én borzalmasan rosszul bánok a pénzemmel. Úgyhogy ki tudja, hogy mihez kezdenék ezzel a 100 millió forinttal? Vennél egy lakást? Hát lakást biztosan vennék, persze, de hát akkor is maradna még pénzem. Nem maradna. Azért annyit már be lehet fektetni, nem? Tehát hát ez a 100 millióval már érdemes valamit csinálni. 1 millió, 10 milliót is be lehet fektetni. Annyi biztos, hogy kérnék valamilyen segítséget. Kadurába. Segítséget biztos kérnék, hogy segíts már ebből mondjuk 400-at csinálni. De nem mindenki kitör. Kérsz segítséget. Hát persze, nyilván. Igen, szóval nem tudom kitörni. Nem megy be az első bankba. Nem, semmiképp. Na jó. Megjön pénz soha nem érdek. Mit? Te utaznál belőle? Én úgy tudom. Van annyi, hogy utazzam, de nem tudok, mert állandóan dolgozom. Tehát... Ja. Nem, kész. Hát nyilván odaadnám, akinek szüksége van. Nem így, hanem hát vannak olyan helyzetű emberek, akiknek nyilván, de észszerűen. És mondjuk valamit megtartanék belőle, de én, hogyha ennyi van, akkor az biztos, hogy nem azért kaptam, mert megdolgoztam érte, én mindenét úgy általában meg szoktam dolgozni. Na, legalábbis eddig. Visszanézed magad filmen, vagy ha színpadi előadásról készül felvétel? Nem szeretem, nagyon nem szeretem. Többször volt már ilyen élményem, mivel hogy hát elég öreg vagyok, és már régóta vagyok a szakmában, és ültem otthon, két ilyen élményem is van, csak elmondom már, és néztem, hogy hátulról volt egy ilyen francia bohózat, és egy elegánsabb felöltözött fiatalember, Hernádi Jutka mondott valamit neki, az válaszolt, és mondta, milyen ismerős ez, de fordult a kamera, és én voltam ez. És 80-as években készült egy francia bohózat, és nem tudta, semmire nem emlékeztem, a címére se, arra, hogy mire. És az volt, vagy ugyanez, hogy Veszprémbe játszottam az Oedipus királyt, és a színészszálláson, hát azt tudjuk, hogy a színészszállások azok nem mindig valami szuper helyek, és hideg volt, és köd volt, és fáradt voltam, és még nyomogattam a tévét, és akkor ott lehetett fogni ilyen osztrák tévét, és nyomtam éjjel 2-kor, és ott jöttem szembe, mint Ludwig a Wagner filmben. Gyorsan kikapcsoltam. Szóval ilyenek vannak, de én nem megyek el bemutatókra se, csak a meghajlás, ha van. Nem szeretem, mert olyan, szóval én nagyon kritikus vagyok, és nem alszom miatt, annyit meg nem ér meg. Ha néha, hogy mit tudom én, nem tudom hány év múlva megnézek egy jelenetet, például valamelyik filmből, hogy ezt szerettem, vagy ezt nem, akkor úgy, de ki az az ember ott 30 évvel ezelőtt? De én most sem, most meg pláne nem nézem magam, mert ki ez a vén ember? Tudod, ez ugyanúgy, mint amikor elmegyek az utcán a kirakat előtt, és mondom, hogy ki ez a vén trotty? Ez ki én vagyok. Nekem tetszel. Jó, hát köszönöm szépen, erre akartam kiukadni. De nem a tetszésem múlik, hanem az
nem szeretem. Valaki imádja, és mindent megnéz, azt is nagyon becsülöm, mert úgy építi föl. Én nekem belülről érzem, hogy az most sikerült, látom a kamerát, hogy mit vesznek föl. Nem szoktam végignézni, soha. Bele-bele nézek, de végig soha nem néztem. És ti hogy vagytok ezzel? Én valamit igen, de mondjuk filmben nagyon, vagy hogy én nem sokat forgattam. Amit közösen forgattunk, azt abból láttam részeket, de például forgattam két nagy játékfilmbe, egyáltalán nem láttam. De hogy a filmet sem. Mert annyira... Szóval ha nagyon muszáj, akkor. Ha nagyon muszáj, akkor megnézem. Hát volt olyan, hogy iszonyatosan ritkán tudom játszani a Winterize-ét, volt olyan, hogy meg kellett néznem magamat, hogy mikor mit csinálok. De közben azért így borzadok, hogy úristen, hogy nézek ki egyrészt, másrészt, meg istenem, mit csinálok. Szóval, hogy ez, szóval nem szeretem, mert nagyon kritikus vagyok magammal. És talán én is így vagyok, mint a Laci, hogy ezt érzi az ember, szóval nem kell azt visszanézni. Érzi azt az, amikor sikerül, vagy nem, amikor nem sikerül. Mennyi esélyed lenne a túlélésre zombi apokalipszis esetén? Készíts tervet! Hogy? Hát ugye most ugyan levettem a térre a kocsinak a saruját, a aksiról, és azt vissza tudom egy ilyen 9-es kulcsra gyorsan rakni, akkor lehet, hogy... Hova? De hogy az egész hova világon... Mennél? Ja, hát zombi vidékre, mennél. Vidékben nincsenek zombik. Nagy mindenhol. Ott nem lennének zombik. Még a tehenek is, érted? Nem tudom, hát olyan... Nem most mit... Hát persze, lehet... Beállnál. Igen. Hát... Egyébként vidéken el lehet tűnni ott valami kis jurtából, ott valahol egy tűz mellett, ott elkuporodni ott a családdal, finoman ott. Hát nem tudom. Hát, ilyen, amerikai filmekben van ilyen. Na jó, ez jó, oké. Nem, végülis nem passzolt, tehát válaszoltál a kérdésre. Mennyi esélyem lenne? Hát nagyon nagy esélyem lenne túlélni egy zombi apokalipszist. Túlélném valahogy. Én csak azt nem, hogy... Ha netán túlélném, akkor utána mit csinálok egyedül? Az mert is igaz. Meg, tehát itt az a baj, azt szeretem, amikor ilyen, vannak ilyen katasztrofa filmek, és akkor emlékszem, ki voltam New Yorkban, és akkor volt az a híres, amiben mi egész világot, nem akarom filmcímet mondani, de nagy sikere volt ilyen panorámam, 80-as évek, 90-es évek elején, és akkor minden elpusztult, házak, és közben az emberek, akik megmaradtak, újjongtak, hogy mi élünk, és akkor mutatták Rómát, tehát a Sixtusi kápolna a romokba, a Louvre-ba minden eléget, meg mindent mondom, akkor milyen világban akarnak ezek élni, hát miért kell élni? És akkor mindenki boldog, hogy én életben maradtam. Egy vízcsap mellett, érted? Szóval érted, hogy akkor minek utána már? Csak ez mindig akkor tetszik, hogy valaki mindig megmenekül, meg az elnök, meg a nem tudom, és akkor utána mi van? Jó, mindent előről lehet kezdeni persze, csak az fiatalnak kell lenni. Jöjjön. Kinek az életét tartod irigylésre méltónak az ismerőseid közül, és miért? Hát... Te senkiét. Hát mindenki éli a saját életét, megvannak a maga küzdelmei, feladatai, gyötrelmei, boldogság forrásai. És akkor próbálunk így bukdácsolni, nem? És én a saját magamét megkapom. Csőtörés volt nemrég nálam, azt is megéltem. Ez a barkácsó lesz. De akkor azért vágytál más életére akkor egy picit, amikor jött fel így a víz, nem? Hogy... Nem tudtam ezen gondolkodni, csak azt mondtogattam magamban, hogy Gebo csőszorító. Mert az kellett Gebo szereznem. Na, ennyire értek ezek az Mofémtek a Gebo. Minden. Igen, és közben meg mentem le a pincébe, hogy keressem a strangot, vagy mit, hogy hol kell elzárni a vizet, mert nem... Ja, hát azt meg kell, rögtön meg kell tanulni. Ezt egyből meg kellett volna. Persze. Villanykapcsoló vízet. De ez ilyen fővíz, ez egy ólomcső, egy rozsdás régi ólomcső jött ki, a falból 2,5 méter magasan. És az.
És így, én a fürdőszobában elzártam az új vízrendszeres vízórát. Na mindegy, ez most már túl részletes. Magyar ember problémái. Szóval nem irigylek. Én irigylek, megvonom, csak ennyien sokkal költőibb, milyen hülyeségeket beszélek. Szóval a Fellinit és a Marcello Mastroianni barátságát, ahogy abban a korban, amiben éltek, és alkottak, és az a fajta kapcsolat, ami köztük volt, ez a nagyon furcsa és nagyon mély emberi kapcsolat, és az jutott eszembe, hogy amikor az Anita Ekbert játszott a filmben, az édesanyja. Hát már úgy értem, hogy játszott bennem, és gyönyörű volt, meg minden, és amikor az utolsó snittet fölvették a Via Appián egy fehér nyitott Mercedesbe, vagy nem tudom mibe, és akkor mondták, hogy hát akkor Anita, akkor vége. És olyan zokogó görcsöt kapott, hogy nem tudott kiszállni a kocsiból legalább egy fél óráig, hogy gyere, mert most már vége. Mert tényleg olyan élmény volt ezekkel az emberekkel együtt dolgozni abban az időben, tehát ez a 60-as évek, hogy azt nagyon irigylem, hogy akkor én már voltam, csak úgy értem, hogy Budapesten voltam, és általános iskolába jártam. De mondom, hogy na például ilyet nagyon tudok irigyelni. De főleg ennek a tartalmi részét. Tehát nem az, hogy gazdagok vagyunk. Jaj, de jó, hogy félreolvastam először a kérdést. Tehát min spórolsz, és először azt mondtam, mit sportolsz. Ez egy tudatalat. Mert akkor még egy picit gondolkoznom kellett volna. Na, min spórolsz, húha. Semmi, ugyanott vagyok, elmondtam már, nagyon rosszul bánok a pénzzel, egyáltalán nem tudok spórolni, borzasztó jó lenne már egy ember mellém, aki tud, de nincs, úgyhogy ti jöttök. Lesz majd. Hagyjál már. Lesz majd. Hagyjál már. Akkor meg azt kívánod, hogy bárcsak már elmenne, mert mi az, hogy apukám, ide a fizetésem. Úgyhogy semmi, sajnos semmi. Sajnos semmi. Hedonista is vagyok, úgyhogy így. Laci? Én nem tudok spórolni, főleg a kaján, pián, utazáson, könyveken, lemezeken, nem tudom. Nem is kell. Nagyon mikor hisz sokat már költöttem, meg minket egy nagyon sokat egy költöttem arra, hogy egy csomó mindent összeszedtem, most nem tudom, mi lesz vele, mert rengeteg van. Szóval én nem spóroltam soha, utazáson sem, soha. Amikor még olyan kevés pénzem volt, de ez van ez a híres mondás, amikor fiatal vagy és mindent meg tudsz enni, akkor nincs pénzed, akkor öreg van, vagy akkor pénzed van, de már nem tudsz annyit enni. Szóval ez így van. Nem kell spórolni, az hülyeség. Hát ha muszáj, mit tudom, lakásra, vagy a gyereknek kell valamit, természetesen nem erre értettem, hogy általában. Igen. Buktál meg valamiből az iskolai éveid alatt? Jaj. Mindenből. Majdnem. Amíg általános iskolába jártam, mindig 4-es, 5-ös voltam, és amit a gimnáziumban bekerültem, ott fél évenként, de abban a gimnáziumban nem akarom a kollégáim nevét elárulni, szintén 2-t fölvettek a főiskolára, szintén állandóan bukdácsoltak, de én aztán a legtöbbet, mert én már 15 éves koromban a Pince Színházba jelentkeztem, és 16 év volt a korhatár, és azt hazudtam, 15 évesen hogy nézhettem ki, 12 évesnek, és akkor elmentem, és fölvettek, és rögtön játszottam a Lilionfiba, tehát rögtön a Schwarz Adolfot, de egy hónap múlva a Lénár Péter rendezésében, akkor ő rendezte azt, és ott találkoztam a Matkocsik Andrissal, akivel később a Rembót csináltam. A lényeg az, hogy elkezdtem csinálni a színházat, és tojtam arra, és hát állandóan verseket, akkor kezdtem Rembóval foglalkozni, Wagnerrel, stb. És akkor, akkor nem tanulta, effektíve nem érdekelt, hogy dolgozott, írás, minden, és hát érettségén is megbuktam, de már fölvettek a főiskolára, akkor még volt ilyen, a Tiszeker úr volt, és akkor édesanyám mondták, hogy fél évkor, úgy értem, hogy évvégén az első évet elkezdhetem, de pótvizsgázni kell, uh-huh. És akkor anyukám bement, nem tudom melyik híres gimnáziumba, hogy hagyják békén a fiamat, színész akar lenni, és akkor Pitagorasz tételt elmondatták velem, hogy menjen a fenébe. De jó. De nem csak én voltam itt, akkor többen voltunk így, akkor fölvettek még, uh-huh. Szégyellem, de hát
ez van, de mondom, hogy az volt, hogy nem tanultam, és azon csodálkozom, hogy a szüleim bíztak bennem, mert én nagyon határozottan akartam. És amikor végre megcsináltam a Rambót, mielőtt fölvettek a főiskolára, már az első részt megcsináltam, és eljöttek, az egy monodráma volt, és megnézték, és akkor mondták, most már értik. És akkor onnantól kezdve igazolva lettem. De hogyha nem lett volna sikerem, akkor... akkor bukta. Szégyellem, nem ajánlom senkinek. Engem üldöz ez a kérdés, valahogy ezt mindig mindenki megkérdezi, valahogy a suris éveket. Hát én nagyon hasonlóan, én 9. 6 tantárgyból buktam, most nem fogom felsorolni. Akkor mind a 6-ból átmentem a pótvizsgán. Nem dicsekszünk, szóval nehogy itt ebben. 2. tantárgyból buktam, itt sikerült évet ismételnem. Na. 10. az 2-szer nyertem. Azt nem kellett. Én is 2-szer nyertem 11-et. Zsír! Én nekem nem... Na jó, hát ilyen társaságban. De jó, csodálatos. Csodálatos. És aztán én végül esti iskolába is... Én is. Nem, kamuzol. Ne, halál komolyan. Kamuzol. Én ezt nem is tudtam rólad. De tényleg nem volt se szalagavatod, se balagásod? Nem. Nekem az. Nem. De öregem, hát... Jaj, de jó. Mindig is éreztem a balagot. Én kitűnő voltam mindenből. Azt igen, azt valahogy gondoltunk. És egyébként nagyon irigyellek titeket. Mert jaj, én végtelenül rá voltam görcsölve arra, hogyha valami dolgozatom 4-es lett. És ez valami borzalmas dolog, és egyáltalán nem vezet előre, mert attól még, hogy mindenből 5-ös voltam, nem tudok szerintem többet fizikából vagy kémiából, mint ti. De akkor ott ez vagy nem. De azért kimaradtál szerintem a tanárok által okozott traumákból, akkor ilyen szempontból. Mert téged nem csesztettek a 4-es és az 5-ös. Traumákból mindenképpen kimaradtam, igen. De hát, egy csomó minden olyanból maradtam ki, ami viszont az élet abból a korszakból. De ez nem, de miért? Hogy? Hát én nem éltem többet azzal, hogy megbuktam. De más csináltál, ami érdekel. Nem, ez nem így volt nálam. Csak ez sokkal bonyolultabb és hosszabb. De nem. De hogy? Vagy hát mit? Többet jártam ki a dohányzóba cigizni, vagy mi? Jó. Az igazság, nem. Hogy nem én rontottam el, hanem a tanárok. Hoppá. Mert az első évben bemutattuk a Molière-től a kényeskedőket, akkor egy hatalmas színházterme volt annak a gimnáziumnak, nem mondom, hanem, és ott megcsináltuk, és mindenki paf volt. És akkor ott akármit csináltam, kimentem, hogy lehet egy ilyen tehetséges ember, ilyen ostoba, add ide, majd megcsinálom, és mondta a tanár, és mindig átengedtek, hogy maga olyan hülye, mert nem tudja, hát azt hogy tudja csinálni, ezt meg nem. És akkor azért, mert hogy jó voltam a színpadon, egyszerűen mindig az volt, hogy engem nézzek, de közben meg magyar órákat tartottam az Avantgárdról, szóval kiálltam az osztály elé, és Cara verseket, meg Breton verseket mondtam, szóval ez a része is megvolt. Hát előbb ismertem a francia költészetet, mint a magyart. Hát ez van, hát de olyan volt az ifjú, szóval... Ami érdekelt, pont akkor volt a 70-es évek, a nagy világ, meg ami megjelent, meg ezek a Fellini filmek, minden, és az annyira vonzott, és az a társaság, akivel voltam, hogy ezt hallgattuk, ezt néztük, ezt olvastuk, bekettet, meg minden. És akkor utána jöttem rá, jé, Babics Mihály. Hát nem baj, hát nem, csak mondom, hogy kinek milyen, mindenkinek más útja van. Persze. Te voltál, nem az előbb? Vagy nem? Az irigylés. Nem, te voltál a bukós kérdés. Nem, azt nem. Ja, akkor te vagy. Akkor te jössz. Én azon gondolkodtam, hogy csináljunk egy gyorskört, vagy velem érjen véget, és akkor a következő... Jó, de ha nagyon jó kérdés, akkor... Jó, akkor már kibontjuk. Jó, de csak a jó kérdés. Jó. Csak a jó kérdés. Melyik csúk és vagy pofon csattant a legnagyobbat a színpadon? Nekem? Neked? Nekem. Csúk, mi? Nem csókolóztam a színpadon. Csók. És sosem pofoztak meg, és én sem pofoztam még meg senkit a színpadon. Nem, csókolóztál velem a színpadon. Mikor? Hát mi? A legyekben. Ja, a legyeknél, az igaz. Én tudom, te nem vágod. Ja. Elfelejtetted, hogy kivel csókolóztál. Nem, csak mondjam, nem lehet már mondani, mert ez ő. Hát már egy gyűrű mondom. De hogy is, hát látva azt az előadást. Na, akkor meg is van a válasz. Szerintem menjünk is tovább. Nem menjünk, mert én annyit életemben, szóval rengeteget csókolóztam, filmen rengeteg szexjelentet csináltam, fiatal koromban természetesen,
aztán később is. De, de a színpadon sajnos az ügynök halálában mindig a két fiatal kollégát meg kell pofozni, és igyekszem jó helyre adni, de hát ott marad az ujjam. Szerepből én életbe egy legyet nem csapok agyon, hanem... Lécsapóval. Igen, lécsapóval. De a lényeg az, hogy muszáj megpofozni, és az Áront kell megkérdezni, meg a Vélát. De hát ők mindig kapnak nagy pofont, és fáj is a kezem utána, de ide adok, tehát nem. Tehát az van, csók az meg, volt gyomormosástól kezdve minden. Szóval olyan csókok. Már úgy értem, hogy olyan csókok. Szóval nem ilyen, nem ilyen. Hanem heves. Akkor még fiatal voltam, igen. De gyomormos ezt mondta? Úgy érte, hogy gyönyörű nő volt. Gyönyörű színésznő, már nem élet az, és hát hihetetlen színpadon, és akkor alig kaptam meleget. De jó volt. Már itt vagyok. Boldogító. Passz. Ezt mi elhalásszuk, és lehet, akkor... Igen, halásszuk le. Tartam? Istenem. Mit teszem, amikor totálisan tehetségtelennek érzed magad? Totálisan tehetségtelennek. Hát nem, van, amikor valami nem jön össze, vagy egy ilyen beakad valami, vagy nem tudok túljutni rajta, de hát az nem totális tehetségtelenség, hanem egyszerűen valami gát. Tehát és akkor megpróbálom minden más-más szögekből nézni. Van hogy kollégákat, akikkel együtt dolgozom, kérdezek meg, hogy mit látnak, hát ha valamit tudnak mondani. Rendezőt kérdezek meg, hogy itt valamiért valami nem jön össze, segítsen, hogy értsem, hogy áthidaljam ezt az akadályt, és hát valahogy csak összejön. Nem lehet minden nap tehetséges az ember. Hát az nem igaz. Nem. Szerintem ez így van, a királydani barátom szavait idézve, az egyik nap tehetséges vagy, a másik nap nem. De hát ez meg olyan, bármit, nem, hogy így... Nem tudsz ellentenni. Vagy van olyan nap, amikor sziporkázok, és van egy csomó ötletem, amit bedobok, persze. De van olyan nap, amikor meg semmi ötletem nincs, és akkor a kolléga nyújt nekem olyan ötleteket, amikkel persze nekem is kell kezdenem valamit, meg az én ötleteimmel is a kollégának, szóval, hogy ezek valahogy így nem egyedül vagyunk ezekben a helyzetekben, hanem ezeket megosztjuk. És akkor emiatt nem is egy ilyen egyéni kudarcról van szó, hanem egy közös próbálkozásról. Közös kudarcról. Ez más szemszög talán. Ugyanarra a helyzetre. Mi hozza ki belőled a legrosszabb éned, és milyen vagy akkor? Hát... mi az a legrosszabb éned? Én nagyon szangvinikus vagyok, és nem szeretem, hogyha fölhúznak. Ha azt mondom, hogy nem, akkor nem. És akkor még utána na akkor. Akkor elszakadsz, és akkor azt az énemet nem szeretem. Na ezért nem politizálok többek között, mert rögtön elszáll az agyam. És nem szabad egy politikához, egy vezetéshez, vezetői pozícióhoz, vagy bármihez. Tanárként nem igen fordult elő, mert az más. De az hogy elszáll az agyam, és akkor utána nagyon megbánom. Ilyen van. A rajtad múlva évente mennyit esne a hó? Én azt szeretném, hogyha amikor tél van essen, amikor meg nincs tél, akkor meg ne essen. Ez vidéki fiúként mondott. Igen. Ugye március, kitavaszodik és jön a... Na mindegy. Volt olyan jelmezed vagy kelléked, amit hazaloptál, miután lefutott az előadás? Igen, na mi? Érdekes. Hát figyeljetek, van a second hand előadásunk, ami még nincs levéve, és az egész díszlet ruhakupacokból áll. Én rendszeresen turizok. Honnan öltözött? De bocsánat. És így szoktam visszadobni ruhákat, amiket így megunom. A legutóbbi kabát? Az milyen jó már. És az nek te jelmezed volt. Én jelmezem volt. És visszadobta a kupacba, és én meg kituriztam egyből, hogy mennyire jó az a kabát. És nagyon jól elemés. Kimostam. Egyre kevesebb a ruha a second hand. Tanár úr, én mindig elveszek, nem azt mondom, hogy lopok, hanem megőrzésre átveszem. De jelmez, hogy kell léket, vagy mindig? Jelmeztől kezdve mindent, de úgy, hogy ott, hát ez még a régi korszakomból volt, ott volt a Palást, a második Richard, a Jogar, Korona, és mondta, hogy ezt most hazaviszem. És akkor ide kell, és tényleg hazavittem. És utána, amikor a Kern játszott a harmadik Richardot, akkor visszaadtam a Koronát, meg a Jogart, meg innen, hogy visszakapják, de a Palástot azt nem adtam. És mindenből van valami, tehát az Andersenből van egy
tollam, akkor megvan a főiskolai Firszből a fehér kesztyűm, amit aztán a báróként használtam a Vígszínházi éjjeli menedékeiben, akkor gyűrűk, meg zsilárdi kalap a esti kornélból. Tehát mindig egy-egy, de az ott van, és akkor mindig odaadom valakinek, vagy igen. Neked jól áll a zsilárdi kalap, mindig elajándékozom. Mindig elajándékozom, hát mit kezdjek vele, de én mindig, mert tudom, hogy annál borzasztóbb nincs, amikor próbálunk valamit, és akkor beadnak valami kelléket, és az én kellékem volt, amivel 10 évig játszottam. Én. És egyszerűen, én nem dobok ki egy ceruzát sem, mint Kosztolányi Dezső, amikor, hogy mert sajnálja, és egészen amíg lehet vele írni, ír, nekem ugyanúgy lelke van annak a kelléknek, mivel az én játszottam vele 10 évig, az van benne. És azt nem lehet csak úgy kidobni, ezt csak valamelyik darabban ilyen kelléknek használni. És akkor a kedvenceimből mindig egyet-egyet elviszek. Ennyi. De mindig szólok. Elloptam. Kész. Én jövök? Te jössz. Vagy mi? Ja, ezt te voltál? Igen. Ja, csak a Laci választott ennyit? Igen, sokan ja, értem. Jó, bocsánat. Ha ismeretlen számról hívnak, felveszem. Fel. Ki tudja, lehet, hogy Spielberg. De most ez nálunk érted, hát itt tudom én, castingos hív, vagy nem tudom. Casting. Nem szabad. Mi baj? Te jársz. Amúgy egyébként annyira nem. Szeretsz spontán lenni? Hát csak az vagy. Pontosan. Színpadon is csak bemegyek, aztán ami eszembe jut. Elmennél egy hetes űrutazásra? Hát onnan vissza lehet jönni. És nincsen zombi apokalipszis. És lehet barkácsolni vidéken, és kellemes csalódások érnek, akkor elmenni. Csak jöjjön velem valaki. Csak ne legyél egyedül. Csak ne legyek egyedül, ez a lényeg. Hát igen. Mi az első emléked? Azt, hogy de érdekes, pont én nem gondoltam erre. Vagy eszembe jutott a bátyám, hogy majdnem megfulladtam a Dunában. Mi Dunaparton laktunk, Dunamarsányban, és volt egy kis tégünk, ami egyébként egy nádasra nézett, szóval borzalmasan csúnya volt, és az annyira traumatikus volt valószínűleg, vagy inkább édesanyámék reakciója miatt, az, hogy a vízben vagyok, az nincs meg. De az, hogy iszonyatosan sok lepedő van rajtam, és körülöttem már 7 ember, az igen, az abszolút megvan. És iszonyat, nagyon meg vannak ijedve. Tehát annyit látok. Mit tudom, kimásztam, 2 éves voltam, és hátramásztam, úgy nagyjából vágtam az utat, gondolom, hátra, és így bementem a Dunába. Az igen. És ja, hála Istennek, anyunak a nem tudom, hanyadik érzéke, egyszer csak így, hogy hol vagyok én, és apunak rögtön az jutott eszébe, hogy tuti, hogy hátramentem a stékhez. És akkor hátrament, és ja, és ráadásul tél volt, tehát hogy ilyen félig ilyen jeges is volt, meg nem tudom, és akkor beugrott értem apu a Dunába. Úgyhogy apu is my hero. Voltál már szerelmes munkatársadba? Ajjaj, hányszor. Ez egy ilyen szakma. Verem, még tudnék egy filmben, ott leginkább, de ezek ilyen rövid távú. De úgy konkrétan színházban rajongásig voltam. De inkább filmre jellemző. Mert az tényleg egy olyan dolog, és mondtam, hogy nagyon sok szexjelenetet forgattam. Tehát az más. Az más, de az addig tart. De az is az, nem? Akkor igaz, igen. Hogyha van, szerelem. Mi mikor forgatunk? Kicsim, ez a vonat már elment. Biztos vagy benne? Nem az, hogy nem forgatni fogsz, meg én is, majd én játszom a nagypapádat is. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy minél őszintebben próbáltunk meg, őszintébben próbáltunk meg válaszolni, és köszönjük a közönségnek is, hogy eljöttek, és hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy azért picit bejebb kerültek hozzánk, vagy felénk, úgyhogy mindenkinek szép estét, napot kívánunk, és köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Volt-e olyan jelmezed, vagy kelléked, amit hazaloptál, miután lefutott az előadás, az összes? És hát sokat bakiztam meg, azt hiszem el is felejtettem,
És a Pali azt mondta nagyon szomorúan az öltözőben, hogy hú, Imi, rossz volt nézni. Tehát lehet, hogy a véleményem egy bizonyos társaságban valamiről népszerűtlen, és egy másik társaságban meg az a népszerű. Tehát ezért erre ez a válasz. Ez jó válasz. A játékos kulturális élményt a Fox Post szállította. A műsor berendezését a Max City lakberendezési bevásárlóközpont biztosította. A szereplők frissességéről a Jana Ásványvizei gondoskodtak.